Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt az Alfa Televízió közületi vitaműsorra a Presszó. Szeretettel üdvözlöm az összes nézőnket és vendégémet is, Berecki Attilát, a Nemzeti Sport újságíróját és Kapányi Valást, a hajdupress.hu szerkesztőjét. Jó estét, sziasztok! Jó estét, sziasztok! sziasztok. 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 Elsőként kénytelenek köszönöm, még egy kicsit menekültezni. Nem akarom végső kiérezni a témát ebben a műsorban, hiszen hetek óta beszélünk róla, de miután mindig vannak új felemények, én úgy érzem, hogy még mi mindig kell, hogy beszéljünk néhány szót. Ugye bár a múlt hét pénteken Orbán Viktor Ausztriában járt, ahol találkozott Merkel asszony mellett a legnagyobb vita hogy így mondjam, Frajman Osztrák kancellára, és hát utána adott egy elég érdekes nyilatkozatot, aminek egyik sarokpontja az volt, hogy ne nácizza le egy olyan ország vezetője Magyarországot, amely ország adta a világnak az Adolf Hitler nevű embert. Körülbelül ez volt a lényege, bár Hitler nevét Orbán Viktor nem mondta ki, csak utalt rá. Minden mellett azt is tudni kell a legfrissebb hétfői hírek szerint a Frajman kancellár pártja óriási bukotta az osztrák választásokon, tehát úgy tűnik, hogy a osztrák emberek nagy része nem díjazta az általa képviselt álláspontot. Mi a véleményetek egy, konkrétan erről az osztrák-magyar viszonyról ebbe a tekintetbe, illetve arról, hogy mi lehet a következő mondjuk hetek történés csomagja a menekültválság ügyében? De ez egész, az osztrák-magyar viszony ez remekül megmutatja, hogy mennyire káosz van menekültügyben egész Európában. Számomra az nagyon szomorú, hogy Magyarországon belül ilyen feszültségeket és ellentéteket, tehát bármilyen választási csatározásoknál nagyobb ellentéteket hozott ki ember és ember között ez egész dolog. És szokás szerint, és Európa is hajlamos erre, kancellár úr is többek között, hogy csak végletek vannak fekete meg fehér. Tehát vagy le kell lőni az összes menekültet, vagy azonnal fogadjuk be a lakásunkba. Tehát, és ezek csodálatos emberek. És valószínűleg egyik se igaz. Illetve. Tehát van olyan, akit valóban nem szabadott volna már a kontinensen engedni, és van, akit nyugodtan beengednék köztük, nyilván akár a, a saját vendégszobámba is. De a megoldást viszont nem látom valahol, és ezért jött ki a mi miniszterelnökünk nagyon jól ebből az egészből, mert Uh, valahol, mint egy kicsit ő mindig egy lépéssel előtte járt volna a, a, a történteknek, azzal együtt, hogy voltak benne nagyon nagy kommunikációs hibák a magyar uh, hozzáállásba az egész menekült kérdéshez, és, és, szerintem rossz lépések is, de azért úgy... Mit Bocsáss meg! Uh, hát kommunikációs hibák például a, plakátkampányt, plakátkampány, meg a Magyarországon elkezdtünk magyar nyelvű plakátokat kirakni, hogy ne vegyétek el a magyar emberek munkáját. Uh, rossz lépésnek, én most se tartom nagyon jónak a, a, szöges drótot. Tehát ez, az egy eléggé, amennyire vicces tud lenni, egy dolog, egy morbid volt az a dolog, hogy körülbelül két hete röszkénél kvázi csata volt a menekültek és a magyar rendőrök között, majd három nap múlva azok a menekültek Horvátországon keresztül bejöttek az országba, és szépen vonattal átvittük őket Ausztriába. De összességében azt hiszem, hogy Orbán Viktor jól jött ki, és megerősödve jött ki ebből a, az egész menekült dologból, hiszen ő volt az, aki Ö, olyan, olyan nagyot egyszer se változtatott az álláspontján, illetve ő volt az, aki most felvetette azt, aminek az egésznek a megoldása lehetne, illetve az egyetlen út lehetne a megoldás felé, hogy, hogy fogjon össze Európa és oldja meg Európán kívül ezt a, a, azt, a, azt, hogy ne jöjjenek ide ilyen tömegesen, hiszen nem, hogy csökken, egyre többen jönnek, és tényleg egy idő után olyan számban lesznek itt, és mint hogyha, ha Orbán ezt látta volna jól előre. Hogy olyan számban fognak jönni, ami kezelhetetlenné teszi az egészet, és, és tönkre teszi előbb-utóbb, most már inkább úgy tűnik, hogy előbb az egész kontinens, hiszen itt kollektíven fogunk a, a migránsokkal együtt éhen pusztulni, akár néhány éven belül, hogyha, ha továbbra is ennyien jönnek, és azt azért előrevetítette Orbán Viktor, úgyhogy éppen ezért jött ki jól belőle. Valahol ez lenne a, a megoldás kulcs, hogy ezt a töménytelen pénzt, amit másra is költünk, tehát akár én azt mondom, hogy ezt a szöges drótra szánt pénzt is be lehetett volna ebbe az alapba dobni, de az, az egy csepp lett volna az is a tengerbe, tehát ezek az a két egy százalék, ez remek ötlet volt, amivel előállt múlt héten a, a EU miniszterelnöki csúcs találkozón a, a, magyar miniszterelnök. Ha ez sikerülne egyszer véghez vinni, és most éppen a görögök akarnak azt hiszem ennek is keresztbe tenni, meg ők egy másik dolognak is keresztbe tennének, ez lehetne a megoldás, ha jönnek, akkor, akkor nagyon nagy baj lesz. Hát ne is nácizzanak le bennünket, ez az első tagmondatra a reakció, mert nem vagyunk azok, és nagyon nagy tévúton jár, aki ezt azzal azonosítja, mert én azt gondolom, hogy ami Magyarországtól elvárható, azt igenis megkapták a menekültek, és gyakorlatilag olyan helyzetekből jöttek ki, egy, szinte egy botütés nélkül, ami nem biztos, hogy egy keményebb államban megengedhető lett volna, de ugye nálunk ez valamilyen szinten belefért kerítés. Érdekes kérdés, és tényleg nem akarom én a miniszterelnöknek az álláspontját képviselni, több okból sem, annyiban viszont igaza van, hogy egyetlen egy a kerítésnek, mármint a létezésének, hogy működik egyenlőre ezt már én teszem hozzá az áruljelben. ugye ők azt várták, hogy hatodára hetedére esik vissza, és még ettől jobb számokat, idézőjelben jobb számokat produkál a kerítés, tehát valamelyik nap azt hiszem, hogy a pénteki szám az 256 migráns volt, tehát ahhoz a több ezres tömeghez képest ez teljesen elhanyagolható, vagy legalábbis azért ez egy jó, jó irány. És egyébként az sem akkora bár elsőre furcsának tűnik, de most itt tényleg az egy nagyon fontos kérdés, hogy ha európai szintű megoldást keresünk, akkor vajon hajlandóak-e belátni az európai országok, Németország, Ausztria, Horvátország, akik most néznek ránk nagy kerek szemekkel, és mondják azt, hogy hát ezek a magyarok hülyék, meg nácik, meg nem tudom, hogy meg akarják védeni a Schengeni külső határokat, vagy sem szükségük van ezekre az emberekre valamilyen formában, vagy sem. Ha igen, milyen számban? Ha igen, hogy tudjuk kiszűrni belőle azt a réteget, amire nem lehet szüksége senkinek? Gondolok itt arra, hogy éppen a múlt héten nyilatkozott a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a volt valamelyik vezetője, most hadd nem mondjam, hogy helyettes, nem tudom micsodája, de egy magas beosztású vezető, volt vezetője, aki azt mondta, hogy egyszerűen megbecsülni sem lehet azt, hogy ezekben a hátizsákokban, különböző cuccokban, amikkel ezek a migránsok érkeztek, azokban mit hoztak be, bármit egyébként fiolákban ezt, azt, azt, senki nem tudja, nem volt erre kapacitás, nyilván nem az általánosítás felé kell itt elmenni. Nem szabad szerintem azt gondolni, hogy itt mindenki terrorista, de Igenis, számolni kell azzal a veszéllyel, és szembe kell nézni azzal a veszéllyel, hogy ilyen nagy számú tömeg, akik most bejöttek, és még milliók jöhetnek a következő hetekben, hónapokban, években. Igenis, ö, nem szabad homokba dugni a fejünket, és nem szabad ilyen butaságokat mondani, mint az osztrákok is mondtak, hogy addig egyetlen egy ember esetében merült fel valami. Ö, gyanús ez nekem. Én szerintem itt a struc politika... Ö, működik inkább. Szerintem összeurópai európai megoldás nem lesz, csak hogy zárjam a gondolataimat, mert bár közös a probléma, de nagyon különbözőképpen gondolkodunk. Akik mondjuk néhány héttel ezelőtt teljesen hülyének néztek bennünket, azok most most szembesültek a problémával. Most ért oda az áradat. Most kezdenek bizonyos szolgáltatások megroppanni ez alatt a tömeg alatt. Most szembesülnek azzal, hogy hoho hát oké, okay, ami nagy szívünk, de hát ezt mi hogy fogjuk megoldani, hogy fogjuk őket elhelyezni, etetni, szállítani, mi lesz a mi kis tiszta országunkkal, hogyha össze piszkítanak mindent maguk körül. Tehát annyira eltörő a, a, kultúrájuk. Nem sikerült a németeknek, gyakorlatilag nem tudom hány éve van már ott millió török vendégmunkás, nem sikerült az integráció, be kell ismerni. Párhuzamos társadalom kezdett kiépülni, nem sikerült őket beéleszteni. Kérdezem én, és azok dolgozni mentek ki, azok az emberek teszik hozzá. Ezeket nem tudom, tehát ezt a hozzáállást nem tudom megérteni, hogy, hogy elindul a Szíriából, ahol háború van. Nem jó neki a biztonságos Törökország, nekem sem biztos, hogy jó lenne, de legalább nem veszik el az életét. Nem jó Törökország, nem jó Görögország. Én egyébként szívesen elélnék Görögországban, teszem hozzá mindennek ellenére. Jön tovább, mert Macedónia, Szerbia nem jó, Magyarország kizár dolog, Ausztria nem jó, Németország nem jó, mert Németországban még Svédországba akar menni. Tehát most akkor, de tényleg mindenféle bántás nélkül kérdezem, hogy most akkor ő a háború elől menekül, vagy, vagy mi a túrót akar? Játszunk már egy kicsit, szerintetek mi történt volna ezekben a holnapokban, hogyha mondjuk aktuálisan Magyarország víztelenek egy gyújtságfereznek hívják? Ilyet én nem akarok játszani Rendben, oké. Okay. Szóval. Jó, rendben. Tehát hogy csak De. arra gondolok, hogy ugye ő, ahogy megnyilvánul ebbe a kérdésbe, illetve miniszterelnöként, ahogy, vagy amit képvisel elvileg, vagy amit szokott mondani, akkor szerintetek elképzelhetett volna egy olyan válasz, a, a, mondjuk a játék mondjuk a gyúcsány kormány részéről, hogyha ők vannak hatalman hogy tákrokkal fogadjuk a a menekülteket, mindenki nyugodtan jöhet, sorra írjuk meg a, a, a letelepési engedélyeket, vagy nem tudom, az idéglenes tartózkodási engedélyeket. De, de, és ha neki lehet, lehet az lett volna az érdeke, nem, hogy Európa úgy tűnjön föl, mint a, a menekültek megmentője, és akár erőszakkal, azért lettek volna a táboroknak, hogy tovább menjenek, értitek? Tehát nem. Na jó, mindegy, csak játék, de, a, a, egy annyiban, a, csak de... arra akarok kiegyezni a problémát, uh -huh. hogy szerintetek számította az ebben az ügyben, vagy értem, mennyire számított ebben az ügyben, hogy aktuálisan éppen milyen kormány van hatalmon Magyarországon, vagy éppen aktuálisan ki a Hát nagyon, hát nyilvánvalóan nagyon, tehát az azért érződik most is, és még egyszer mondom, és tényleg most már ezt le is akarom mosni magamról, hogy én egyáltalán nem vagyok egy hivatalos Orbán Viktor fanatikus, de megmondom őszintén, hogy most nagyon-nagyon-nagyon szurkolok nekik, hogy ezt végigvigyék, és mondjuk ebben az évben valamennyire rendeződjön, évvége, karácsony, szilveszter környékére, azon a szinten rendeződjön, hogy beálljon egyfajta rendszer. Én ezért szorítok. Hát most gyógycsányra visszatérő a játékra csak egyetlen egy megmozdulását, illetve egyetlen egy mondatát idézném ide, amikor történt Röszkén, ami történt körülbelül kettő héttel ezelőtt, Megmondom őszintén, hogy amikor néztem az élő képeket a tévében, akkor tényleg azon gondolkodtam, hogy azok, akik most tényleg ilyen nagyon nyitott szívűek és tártkarokkal fogadják ezeket a valakiket, azoknak vajon ezek után kell -e magyarázni bármit is? Én azt gondoltam, hogy nem. Tehát én azt gondoltam, hogy Európában vezető politikusok vannak annyira értelmesek, hogyha a televízióban kacsát látnak, azt nem fogják libának nézni. És akkor alig telt el egy-két óra, és gyorsan Fenyőztő kijött egy olyan nyilatkozat, hogy ez egy hónapokkal ezelőtt előkészített támadás volt, amit Orbán Viktor készített elő, és a rendőrök szándékosan megtámadták a migránsokat. Tehát én azért, és értem Attilát, hogy nem vesz részt ebben a játékban, én sem szeretnék különösebben, hogy én értem, hogy eltérő vélemények vannak, na, de azért a realitástól szerintem ennyire ne térjünk el. Ez egyébként ez, amit mondtam, tehát erre, ezekre a képekre volt, aki azt mondta, hogy hogy ez nem az. De egészen más képekre is, azért nyilvánvalóan nem lehet igazat adni ekkor tovaságnak, amit az ex miniszterelnök mondott. De azért van Magyarországon egy televízió, aki retusál ki embereket felvételekről, aki egészen elképesztő módon tagad le híreket és manipulál, és ad le híreket, nyilván ez külföldi televízió is ott volt. Tehát ebbe a röszkeibe még egyszer mondom, az a borzasztó, hogy jó, megtörtént, majd 72 órán belül ugyanaz a tömeg, aki ott volt, belépett Magyarországra, Horvátországon keresztül. Na hát ez mondjuk egy másik. Tehát ha én azt egy gondolom, hát, hát, hogy ha Gyurcsány Ferenc a miniszterek, miután ezek itt maradtak nem akkor átmentek volna, lehet, hogy keresztül gyalogoltak volna minden búzavezőn, és sokkal szervezetlenebbül. De a lényeg, és teljesen egyetértek, amit a törökökkel kapcsolatban mondtál, hogy igen, párhuzamos társadalom épült ki, és ugye ők még annak a kultúrkörnek a, a legeurópaibb szereplői a törökök, tehát e, itt azért az iszlámnak sokkal komolyabb vonulatai vannak, hogy mert, mer azért nem veszik el az ételt, a, a volt a magyarázat a nő a férfitől, mert nekik a vallás szerint nem lehet, csak hát hogyha ők idejönnek, akkor itt, itt vannak játékszabályai a kinevet a végének, hogyha ott állsz, akkor leütnek, hogyha mi kimegyünk Egyiptomba, vagy bármilyen abba a körbe tart tartozó országban, akkor el kell fogadni, hogy a feleséged nem mehet fedetlen vállal be, a, a, sőt, még az utcára sem mehet ki, mert nem nézik jó szemmel, mert ott az ő játékszabályaik az érvényesek, és sajnos ez a vallás, amely nem hajlandó ezt fölfogni, nyilván a legfanatikusabbak és a legszélsőségesebbek, talán ők tartanak a legjobban a saját égi való valójuktól, azért uh, uh, alakult ez így. Tehát ezért nagyon veszélyes ez a kérdés, és ezért kell vele valamit csinálni. Én a legjobban egyébként annak örülök, hogy lehet, hogy azért, mert előn ellen szembesebb kiváltunk a, a, szemükben, és ha, ha ez ennyi köszönhető a, a, magyar kormány hozzáállásának, akkor, akkor jó csinálták, még hogyha ezt Európában néhány embernek nem tetszik, hogy nem, nem, akarnak itt maradni egyszerűen, ez nagyon jó hír, mert, mert hogy mi nem tudunk nyilván ezer embert, bármikor, főleg ha az orvos meg, megmérnek akkor el, el tudnánk helyezni, de, azért ilyen tömegeket nem feltétlenül, akik más kultúrából jöttek, akik nem beszélik a nyelvet, akik nem így szocializálódtak, hogy mondjuk a nagy dolgokat a WC-n kell végezni. Nehéz lenne, úgyhogy így könnyebb. Mindenesetre érdekes, amit felvettek, biztos vagyok benne, hogy, hogy egy, már egy-két éven belül a, a, világ, vagy Európa, vagy Magyarország egyetemi főiskolai média tudományi szakokon, vagy média szakokon, tanítani fogják azt, ami a menekültő kapcsán a, a médiában történt, nemcsak az itthoniban, hanem a külhoniban is. Tehát uh, amiről te beszéltél Attila részét vagy érintőlegesen, nagyon érdekes reakciókat adtak uh, attól függően, hogy ki mit akart képviselni. Azonban most ebben nem megyünk bele. Tudod, ez a klasszikus é. videó, csak még egy gondolat, aminek a vágott részét használt az egyik oldal, mint a bizonyítékát annak, hogy fu a rohadék magyar rendőr, ha meg az egészet, akkor, akkor, kiderült, hogy ez mégse arról szól, de ugyanígy, ami a legborzasztóbb, már Putyin példakép lett néhány a magyar közösségi Hálón elég sok része, hogy a KGB és Vladimir Putyin ne legyen példakép Magyarországon. Hát volt még egy ember, aki szintén példakép volt egyesek számára, és hát kis élt történetével a legutóbbi napokban még a menekült a hír teljedelmét, a hír hullámait is meg tudta egy picit törni. Ez az embert úgy hívják, hogy ha jól emlékszem, vagy jól tudom, hogy Galambos Lajos. De ismertem, nem én ebben biztos vagyok, hogy Lagzi Lajcsi egy csúnya ügybe keveredett, ugye nem tudjuk, hogy ugye egyelőre még csak előzetes van, ugye a vált fogalmazódik meg ellene, tehát nem tudjuk, hogy ez valóban megtörtént, vagy nem, vagy me, nem történt meg, de bizonyos ilyen rezsicsökkentéssel vádolják, magyarul a közművi költségeit próbálta billanyóra és más, hogy is mondjam, dolgok megbuharálásával csökkenteni. Egy elég jelentős, ilyen százmilliós csalási kísérletről cikkeznek a lapok Lajcsi kapcsán. Én nem Lajcsiról akarok konkrétan beszélni, bár úgy beszéltek, ha akartok, hanem úgy általában a magyar celebűnökről. Az a jelenség érdekelne, hogy, hogy ezeket a dolgokat úgy kell -e tekintenünk, mint egy átlagember is megtörténik, hogy rossz útra lép című ö, ö, felcímmel, vagy úgy kell értékelnünk, hogy ezek az emberek bizonyos dolgok miatt, vagy vagyonuknál, vagy, vagy társadalomban elfogadt fog fogva többek képzelnek magukról, mint amik valójában. Gondolok itt arra, hogy a kicsit visszajön az időbe, hogy a Stól Például már a nőklapja címlapján tündököl, ugye három ezelőtt, még két ezelőtt még ugye arról beszélgettünk, hogy hogy lehet ilyet csinálni. A császár nevű pop előadó annak idején ugye a vitás kés, hogy mennyire drog vagy Hatás alatt, vagy mennyire nem, de egy rendőrt töltötte úgy, hogy az el is hunyt. E, igazából nem nagyon kapott érte 20 év, 10 év, nem tudom, börtönbüntetést, mint amit akkor vártak volna a jogi szakértők. De hát rengeteg ilyen ügyet lehetne felsorolni. A legújabb a CH, itt nem ilyen súlyú van szó, de hát azért, ha megnézzük a büntetési, büntetési tételét mondjuk ennek a, ennek a fajta cselekvésnek, amivel őt ö, majd meg fogják vádolni véhetően, akkor ez sem ö, apróság. Tehát, mint gondoltok? ezek az emberek elengedik fülüket, falkokat, és azt gondolják, hogy ők mindent megtehetnek, avagy csak pusztán arról van szó, hogy mind bán meg őket megtörténhet, egy rosszul lépnek egyet, és hát bizony belekevernek egyet -egy csúnya ügyben. Én ezeket külön, a császár előtt az nagyon rég volt, azt hagyjuk a stól, végül is, ha belegondolsz, jó ember életeket veszélyeztetett, de az a kategória, ami veled is megtörtént, meg velem is, meg Bocsánat, én drogózom, ez nem a. Nem, nem a dróg az, hogy... Most azért leszögezni. Sőt, én is boldogult ifjúkoromban se nagyon tettem meg, már 20 éve pedig a közelében nem megyek annak, hogy esetleg egy sör után is autóba üljek hiába kapacitán, de hát az majd megy, nem megy ki. Nem megy ki, ne üljünk be egy sörrel sem, meg egy fröccsel sem, meg se se az autóba. De ezért előfordul az átlag emberekkel is, ahogy, a, egyébként az áramlopás is előfordul, csak általában azért, mert nincs pénze kifizetni a számlát, és akkor buharálnak valamit. Vagy akar egészen hétköznapi dolgokra, hogy a gyerekének legyen egy jobb cipője arra gyűjteni, mondjuk azért buheráltatja meg a gázórát. Azért amit a, a ha beigazolódnak a, a, pillanatnyilag a gyanúsítások, aztán majd a vádak, akkor ez számomra egy érthetetlen dolog, amit a, a, galambos úr csinált, mert miért? Tehát az ő, még a 100 millió, nyilván nem az egész az ő, mert abból megvesztek, tehát ennyi az okozott kár a 100 millió, ennyi már nem egy haszna. Tehát ez, ez körülbelül olyan, mintha Csányi Sándor hamisított diákigazolványal utazna a vonaton, hogy fél árut vegyen, tehát nem fog nyilván, hát miért van szüksége erre, tehát ő gondolom, hogy keresett és kereshetett volna annyi pénzt, hogy bőven gazdagon megél ezek nélkül a dolgok nélkül, ez számomra, bár mondom, nem akarom a, a stót felmenteni, az egy esendő dolog, ami egy óriási butaság, és talán harmadszorra nem fogja megcsinálni, ez meg számomra egy érthetetlen ostobaság a, a lagzi érdekes számomra a kérdés, hogy tekintsünk-e rájuk úgy, mint egy átlag emberre, hogy ő, ők is elkövetik ezeket a dolgokat. És az elején azt mondtam, hogy igen, mert szerencsétlenségükre a bulvár sajtó jobban rájuk figyel, innétől kezdve nagyobb figyelmet kap, hogyha mondjuk ők lekötik a villanyórát, vagy kiiktatják a vízórát, vagy nem tudom, és mielőtt még ebbe a teljesen megbocsátó szellembe átszellemültem volna, azon gondolkodtam, hogy pontosan azért illene felfogni azt, nem tudom, hogy kinek sikerül és kinek nem, hogy ez felelősséggel is jár, hogyha én idéző téve, most ne vitassuk azt, hogy ki a köztereplő, meg ki nem, mert néha ez még a bíróságoknak sem megy, de ismert embereknek azért van felelőssége abban, hogy milyen példát uh, statuálnak, és én ennek a hiányát látom, és valószínűleg uh, Lagzi Lajcsi meggazdagodott valamiből, tehát uh, jó sok rajongója lehet neki. Szerintem nekik ez egy oltári nagy csalódás, mert uh, biztos vagyok benne, hogy a rajongóinak nagyobb többsége az fizeti a rezsit rendesen, és hát az bizony, tegyük hozzá, hogy a magyar fizetéseknek elég jelentős részét el uh, szokta vinni. Szóval szerintem az, aki Sztár, vagy celeb, vagy ismert ember, az vigyázzon ezzel, és ne igyekezzen ne visszajelni vele. És itt jön be egy másik effektus, hogy a minél több van, annál több kell elvesz. Nekem nagyanyám gyerekkoromban jó sokszor elmondta, már nem nekem, hanem másokra, és valahogy, ahogy telnek az évek, azt kell mondjam, hogy nagyanyámnak nagyon is igaza volt, mert hogy nagyon sok olyan tehetős embernél veszük, hogy hát igen, csak enyhe kifejezés rájuk a skót, de hogy úgy nagyon-nagyon megnézik, és fogukhoz verik a garaszt, pedig hát lehetne szórni két kézzel, mert hogy van mit. Gondolok itt arra, hogy mondjuk kisebb jövedelmi emberek, sokkal lazábbak, sokkal inkább megengednek maguknak egy egy akármit, egy kirándulást. Igen, ső, egy, bocsán, szólok, nem rú, rú, volt rú, ebben rú, van, a műsorban de... egy lelkipásztor, aki azt mondta, hogy nekik azt a tapasztaltuk, ami az általad igazolja, hogy általában náluk például a kisebb pénzű emberek adakoznak. Na tessék. Ez egy lelkipásztori tapasztalat. Még egy, tehát itt, számomra itt válik egyébként szánalmasá, hogy a, egy hatalmas apartman parkról beszélünk, Lajcsinak nem kicsi a háza, bár engem még nem hívott meg, lehet, hogy már nem is fog, de szívesen megnézném, de állítólag még a temetőhöz vezető utat is lezáratta, vagy megfelvásárolta, hogy az is hozzá tartozzon, hogy arra nem áskáljon más. Jó sok borsot törve ezzel a helyiek orra alá, mert hogy így most már 5 kilométert kell menni a temetőig. No mindegy, nem ez most a téma, hanem hogy azért szánalmas ez az egész, mert hogyha egy ilyen tehetős ember keveredik bele ilyesmibe, és ez mind-mind feltételezés, amit mondok, de ha igaz, akkor, akkor egy nagyon-nagyon csúnya dolog, és nagyon szánalmas, hogy egy olyan ember, akinek ezt észre sem kellene vennie, aki, aki ebből él, akinek a vállalkozásának a lényege, vagy az egyik lényege, hogy ott apartmanok vannak, ahol fizető vendégek <kül> alszanak, töltik az idejüket, hát az azért így nekem erős. Tehát Jó, ez de az, persze, bocsáss meg, csak nem tudjuk biztosan, tehát lehet, hogy ő úgy fektetett be, vagy úgy szórta a pénzt, hogy off. Uh -huh. Tehát, az hogy a nincs, nincs egyszerűen lóvéja, tehát látszólag kívülről úgy tűnik, hogy van, de amúgy nincs. És lehet, hogy azért próbálkozott ezzel, amennyiben próbálkozott, mert ezt nem tudjuk biztosan, akkor hogy merre egyszer nincs. De nem tudom, egyébként fogalmas sincs, nem látok a bankszámlájára, csak ez hihető szerintetek, hogy aki olyan jól keresett, tehát lehet, hogy rossz befektetéseket csinál. Hát, csinált, lehet, hogy nem akkor tud. nem egy fél falunyi eh, házba vagy telken kéne lakni, hanem egy kicsit az igényekből lejjebb uh -huh. adni, mert. Hát egy, én legalábbis így gondolom, hogyha nem tudom már azt az életszínvonalat fenntartani, akkor kénytelen vagyok összép húzni a, a nadrág szíjat, nem pedig az áramot el lopni. Tehát nagyon nagy különbség van tényleg, amit Attila mondott az előbb, hogy most én sokkal inkább megbocsátó vagyok, teszem azt kis József Szabolcs megyében élő lakossal szemben, aki aki kikötötte a villanyórát, mert egyáltalán nem tudnának áramot fizetni, és tényleg arra kell, hogy tornacipőt vegyenek a gyereknek, vagy parizert, mint G. Lajossal szemben, akiről évtizedek óta lehet tudni, hogy van mit a tejbe aprítani. Ha meg nincs csókon, akkor meg tessék felébredni, beköltözni egy két és fél félszavás lakótelepi lakásba, és még mindig marad annyi pénze az ingatlanból, hogy el tud élni. Lehet ennek egy másik vetülete, amire ő is célozgat, hogy valakinek a tyúk szemére lépett. Tehát ezt valószínűleg nem lehetett komoly, hosszú távon komoly patronusok nélkül csinálni. Hát is én is ugyanezt a nagy hasonló helyzetet átéltem Stadler József társaságában, akinek nem voltam a barátja, viszont jártam tudósítani a csodálatos, valóban akkor egy csodálatos akasztói stadionba. Tehát ott egyszer jöttem volna el, mert siettem az akkor meg a fővárosban, éltem, és Attilám gyere be, és invitált, és benéztem. Mind a két oldalról elég szép száma voltak politikusok a, a nem kis téli vacsorán, ahol jó, jó ételeket és jó italokat szolgáltak fel, és mást is szerintem. Hogy elnéztem a készülődést, és ugyancsak. Stadler úrnál egy 8 nyolcszor volt disznóvágás, amikor a fél disznót küldte a, a összes az összes párcégház összes fontos emberének. Majd amikor meglett a baj az utolsó vacsorával kapcsolatban és egyéb áfa problémákkal kapcsolatban, akkor, akkor, az, aki elfogadta a fél disznót, az nem vette fel a telefont. Azt nem lehetett elérni. Valószínűleg most Lajos is megpróbált egy-két telefont elereszteni erre el. arra. Nem mondom, hogy politikusoknak, de befolyásos embereknek, akik valahogy nem értek rá az hogy... Ez ilyen. hogy ez ilyen, ezt, ezt, égen, ezt, ezt nekik is tudniuk kell. Tehát az, azért nyilvánvalóan... de sose hiszed el belülről, amikor, amikor -e jó volt ez a disznóvágás. Nem, most beszélgessünk a kasztorról, vagy miről? Tehát lenne egy témadba tekintet, de értem, amire gondolsz, csak azért én azt gondolom, nem akarok különösebben vélemény nyilvánítani, hiszen nem is az a dolgom elsősorban, de azért én azt gondolom, hogy aki ebbe a játszámba vele meg az nagyjából tudni kell, hogy mire számíthat. Tehát, ha baj van, akkor ott fogják hagyni. Tehát az a azt hitte, hogy nekik ezek a barátai. Tehát, hogyha bajban van, akkor a barátok megsegítenek. Hát igen, Józsi bácsi ilyen volt. Én magamnak, magam is szerencsétettem abban a hely, abba azzal a helyzettel, hogy Józsi bácsi volt, de néhányszor, és hát én engem is elhívott konkrétan egy jó helyi vagy Egyébként nem mentem el, nem azért mondom, menő is vagyok, mert akkor mi nem voltam, hanem tényleg nem volt kedvenc, és le kellett adnom a cikket, hogyha nem értem volna rá, a... De nagyon kedves ember volt, és el tudom képzelni, hogy ha velem így bánt, akkor bánhatotta potens vezető politikusokkal, tehát nyilván nem volt dolguk mellette. Na mindegy, szóval összességében még egy, ehhez a témához egy dolgot ö, fűznék hozzá, hogy nem tudom láttátok -e a Wall Street Farkas című ö, ö, filmet? Többé kevésbé. Oké. Okay. Gondolom a kedves nézők közül sokan látták, hogy a történet röviden annyi, hogy DiCaprio játssza a főszerepet, egy remek film, arról szól, hogy van egy kis egy pici kis, kis tőzsde, nem cápa, hanem tőzsde, nem tudom, kis halacska, aki így úgy amúgy, kicsit illegálisan, nagy szerencsével, de a saját ügyességén is, ügyességének is köszönhetően egyre inkább feltör, egyre nagyobb halnak számít a tőzsdepiacon, egy kicsit illegális módszerekkel, de addig addig jut, hogy nagyon gazdag ember lesz, és tojik a felügyeletre, tojik mindenre, éli a maga életét sok droggal, sok nővel, sok itallal, stb. stb. A dolog csak azért érdekes, mert ott látni azt az effektust, hogy Nincs megállj. Tehát, hogyha ez, ez valakiben, egy emberben, ez a bármit megtehetek, mert van pénzem, és vannak ismerőseim, és megvan a kapcsolati tőkém, legalábbis ő azt hiszi, hogy megvan, akkor, akkor tényleg nincs megáll, és ö, ö, egyszerűen lehet, hogy én is úgy járnék, vagy lehet, hogy ti is úgy járnátok, ezt nem tudom, nem akarok senkit ö, minősíteni, de van egy olyan ö, pszichológusok, ezek elég sokat ö, tanulmánykodtak ezen a problémán, van egy határ, amikor, amikor, már nincs semmi, ami megállt parancsolna. Lehet, hogy mondjuk ezekkel a fiatal emberekkel, vagy nem annyira fiatal emberekkel, akiket mi szeretnek hívünk, a sztárnak, Kvázi csak ennyi történik. Tehát mondjuk a, a esetében is pusztán arról van szó, hogy úgy úgy, úgy mentek a dolgok, mentek a dolgok, húsz évig nagyon jól mentek, jött a lóvé, jött az ismeretség, jött a, az elismerés, stb. 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 És akkor egyszer csak elmérte a szerszámot. Hát nem tudom, de Lajos néhány hónapja azon háborodott, hogy fikcióként belejezték őt egy helyzetbe, egy rádió hogy az érve ez volt, hogy mit szólnak a gyerekei. akkor mit És tényleg nagyon sajnálom, Akkor abban <laughs> a helyzetben is valóban sajnál. de akkor most mit szólnak szegény gyerekek? Na hát mit szólunk ahhoz, hogy témát váltsak? <laughs> hogy eh, kirúgták a, ugyebár, vagy közös megegyezéssel elküldték, de teljesen mindent, kirúgták a, a méltán egész országban népszerű Veszprémi férfi kézzel a csapatnak a, a mesterét, Káros Ortigát, és eh, ez elég nagy gyarokat kavart, ugye a közönség nem skandálta, hogy Ortega takarod, Ortega takaró, tehát nem volt ilyen fajta nyomás eh, a Veszprémi eh, fantasztikus klubon, eh, Miközben más eh, pályákon, más sportágokba, mondjuk például Debecenben is, mondjuk sokszor hallani azt, hogy a nem tudom, kondást akarok, vagy hát ez, ezzel más sportágból ezzel példát mondhatnék, és az adott klubvezetés mégse lép semmit. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy mondjuk az ortegának maradnia kellett volna a kondás meg el kéne küldeni, hanem csak azt szeretném, hogy arról beszélgessünk, hogy szerintetek egy ilyen direktani helyzetben, mikor a klubvezetés ezen gondolkodik, nyilván az adott szituációtól is függ, de úgy összességében szerintetek mikor kell elküldeni edzőt? Mi az a pillanat a sportától függetlenül, mikor azt kell mondani a mondjuk egy felelős tulajdonosnak, vagy klubvezetésnek, hogy váltanunk kell? Például előzzük meg a baj technikával, amit most kommunikál a Klub vezetés, hogy nem volt olyan nagy baj, de úgy érezték, hogy lehetett volna, és elküldték az edzőt. Vagy akkor kell elküldeni, amikor már minden kötél szakad? Vagy éppen amikor egy nagyobb baj van, akkor kell megtartani az edzőt, mert az, visz, az visz előrébb. Mint ahogy egyébként a Debreceni futballcsapat történetében egy párszor megtörtént már, hogy a nagy bajban nem távolították az edzőt, aztán egy év múlva nyertünk. nyertünk. Szóval szerintetek mi a jó technika, taktika, hogy kell ez hozzá a kérdéshez? Attila, mint szakíró. Hát ezt mindig csak utólag lehet megmondani. Oké, okay, de mégis van egy, egy kicsit. Ve, egy kicsit Veszprém ez rettenetes, ami történik veszprémben. Ortegával, Ortega nélkül tönkreteszik a magyar férfi kézilabdát, vagy Győrbe a magyar női kézilabdát. Már nem Magyarországnak és magyaroknak szurkolnak, és nem vagyok nacionalista vagy ultranacionalista, de a női kézi kevesebben voltak Győrbe a magyar meccseken, mint itt a román Norvégon, mert ők már helydi lőke szurkolók, meg... Grimsből szurkolók rettenetesen. Most éppen kis év a tönkretételén ö, munkálkodnak nagy erőkkel. Győrbe ő érte, különösen fáj a mert Debreceni. Megjelent a spanyol, norvég, dán edzői sisere had itt Magyarországon, hogy majd ők megmentik a magyar kézilabdát. Nem, azért jöttek, mert ott már nincs pénz. Ö, a, a másik dolog pedig a, a mi áthalásunk, igen, ö, amikor olvastam a témát, az jutott teszem, amit el is mondtál, hogy, hogy ugye már kiabálták elemért eltávolítandó a szurkolók akkor, amikor a következő évben bajnokságot nyert. Itt úgy tűnik, hogy egy Magyarországon szokatlan szisztéma van Debrecenben, hogy a cima a Gábor úgy gondolja, hogy hosszú távon szavaz bizalmat ö, ö, az edzőnek. Ugye ilyen statárjel és elbocsátás, azt hiszem a, a második cseh edző, a, a Csásnyi volt, hogy... hogy de mondjuk ott nem volt sok volt. kérdés. Igen, az tényleg borzasztó is volt. És, és, gyakorlatilag azóta elemér valami, azt hiszem, tehát aki akkor majd, nincs olyan klub, aki háromszor ne váltott volna azóta edzőt. Ez nyilván ez egy költségtakarékos is, én Ortega úgy is mondta, hogy még Magyarországon marad, mert azért ennek hát lesz egy olyan 70-80 millió forintos anyagi vonzata a, a Veszprémi klub irányába. Szerintem ez egy ostoba döntés volt, mert pontosan ugyanazt fogják elérni az Ortega nélkül, mint, mint vele. Magyar bajnokok lesznek, nem fognak bélyát nyerni, azaz tovább is ugyanabba a én ezt lehet, hogy hülyének nézek, én langyos víznek nevezem, hogy, hogy vannak egy olyan közegben, ahol itt biztos, hogy nyernek, ott soha nem fognak nyerni, és hú, most előre léptünk, közben pedig elköltenek annyi pénzt, amit a magyar futball nba majdnem összesen, tehát rettenetes fizetések vannak. Hát adom inkább a szót, mert nagyon bosszant ez a veszpénk. <laughs> Jó, hát laikusként, Persze, abszolút, nem is. igazából én úgy látom, és ez talán az élet minden területére igaz, hogy akkor kell szerintem egy vezetőt leváltani, elküldeni, elzavarni, lecserélni, hogyha nincs eredmény. És ezt nem a szurkolók fogják a lelátóról eldönteni, illetve hát részben ők is, ők inkább látni fogják, vagy szembesülni ezzel. De ugye itt Veszprémben nem erről van szó. Én, amit olvastam, hogy állítólag valaki, a, valakivel a csapatból nem volt jóba, hát én ezt egy picit kevésnek érzem, mert, meg érzem. Most, tényleg sportszakmai dolgokban nagyon-nagyon szégyent vallanék most, de én nem nagyon veszem be ezt. De megmondom őszintén, hogy Magyarországon nem ő lenne az első, és valószínűleg nem is ő lesz az utolsó, aki nek az eltávolítása mögött nem tudjuk a pontosokat. Világos. Egy utolsó kérésem van, és zárnunk el a műsort. Egyébként Attila, te melyik csapat kispárgyárőjére ha mondjuk ez lenni Magyarországon? Inkább a loki vagy a győrére mondjuk négy labdában. A győrére nyugodt elővettünk mi hárman is, mert Prémek. ha valaki találunk, aki megtartja az edzést, az egyik játékos, akkor a loki én meleg lenne, de ha lenne, nyilván nincs meg a szakmai hátterem egyikhez, inkább a kézlabdó, azok, inkább a győrt választom, az nyugisabb dolog azért. Balázs, hozzá pedig egy utolsó kérdés. No. Egyébként te, mint nem sportfanatikus, belekapcsolsz néha a Veszprém férfi csapatának, vagy a győr női csapatának a meccseiben, ahol ugye már magyar nem sok játszik. Őszintén nem. 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 Oké, okay, köszönjük szépen a figyelmet a kedves nézőknek. Jövő héten jövünk újra. Minden jót mindenkinek, jó pihenést, le.